Köszöntöm nézőinket, Gulyás Anita vagyok. Önök Székely magazinunkat látják, mai adásunkban hétvégi programajánlóval is készülök, úgyhogy érdemes lesz figyelni, ugyanis a Vármegye több pontján lesznek olyan rendezvények, amelyek a bukovinai székelyek hagyományokat elevenítik meg, de előtte egy pályázati lehetőségről, annak a változásairól számol be a térség országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A Határtalanul program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása és azoknak elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz Határtalanul a Nemzeti Összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyar lakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról. A pályázatra vonatkozó fontos határidőkről is szó esett Budapesten, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT székházában tartott sajtótájékoztatón. A program kerete 4 milliárd forint, az igényelhető visszanemtérítendő támogatás 500 ezer forinttól 5 millió forintig terjed. A megvalósítás 2023. szeptember 1-e és 2024. augusztus 31-ei időszakban lehetséges. A pályázat május 10-től benyújtható elektronikus formában a NIR online felületén, a benyújtási határidő pedig 2023. június 9-e 14 óra. Az előző évekhez képest új elemei is vannak a Határtalanul programnak, többek között az ingyenes Határtalanul barangoló, amely az okos doboz digitális taneszközön keresztül érhető el. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Budapesten a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT székházában tartott sajtótájékoztatón egy-két települést emelt ki azok közül, amelyeket a Határtalanul program keretében felkereshetnek az iskolás csoportok. A program 2011-es indulása óta már több mint 500 ezer magyarországi diák jutott el külhoni magyar lakta területekre a programnak köszönhetően. A 2023-2024-es tanévben megvalósítandó kirándulásokra 2023. június 9-ig nyújthatják be pályázataikat elektronikus formában a NIR online felületén keresztül a lehetőséggel élni szándékozó osztályok. 2011. június 4-én indultak innen Budapestről az első olyan autóbuszok, amely buszok szervezett keretek között vitték tanulmányi kirándulásra a gyerekeket, tanulókat, hetedikes tanulókat, annak érdekében, hogy meg tudjanak ismerkedni egy-egy történelmi régiónak a kultúrájával, néprajzával, az ott élő emberekkel, különösképpen pedig a velük egykorú gyerekekkel. És hát ez már ugye 12 éve volt. Azóta ezek a gyerekek már fiatal felnőttek, és reményeink szerint tanárként is szerveznek hasonló utakat, illetve már fiatal szülőként is azon gondolkoznak, hogy majd az ő gyerekeiket hogyan tudnák elvinni, akár Erdélybe, Délvidékre, Felvidékre, olyan magyarok által lakott régiókba, ahol ők jártak. Ez is az egyik célja egyébként ennek a programnak, hogy a gyerekekkel úgy megismertetni ezeket a térségeket, hogy utána felnőttként is akár családdal visszatérjenek. Nagyon fontos látni azt, vagy főleg a határon túli magyaroknak nagyon jó az, hogy látják, hogy naponta többször találkoznak ilyen csoportokkal, hogy az anyaországnak az érdeklődése mindig nagy irántuk, és főleg a gyerekeknek az érdeklődése. A nemzetpolitikának számos olyan programja van, ami főleg a gyerekekre és a fiatalokra fókuszál, hogy őket fogjuk meg ennek a dolognak, és a hazaszeretetet egy kicsit erősítsük meg, meg a magyarság élményt erősítsük meg a gyerekekben, mert az meg lesz 50-60-70 év múlva is. A programon folyamatosan változtatnak, annak érdekében, hogy minél jobban tudjanak alkalmazkodni a világ kihívásaihoz, mondta el az államtitkár. Most már csak hetedikeseknek szervezünk ilyen kirándulásokat, illetve ezt támogatjuk. Másrészt pedig lehetővé tesszük azt, hogy esetlegesen ne csak egy nagy rohanás legyen ez a tanulmányi kirándulás, hanem egy-egy napot tudjanak arra is fordítani, hogy mondjuk természetjárás, valóban kirándulás legyen, akár a Székelykő megmászása, akár a Hargitán,
tegyenek egy kirándulást, de mondhattam volna mondjuk a Fruskagorát is Újvidéknél, annak érdekében, hogy ne csak a nagy dolgokat ismerjék meg a gyerekek, hanem a kis dolgokra is tudjanak figyelni. Ezek szerintem fontos dolgok. Vagy például eddig nem támogattuk a sportprogramokat, például a sízést nem támogattuk. Most se sítábort akarunk ebből a támogatásból szerveztetni. Próbálunk arra odafigyelni, hogy mondjuk a Székelyföldet a téli attrakciói által is ismerjék meg, és ott például a sízés az kiemelt dolog, úgyhogy a székelyföldi megyék esetében a téli síelést is támogatjuk ebből az összegből. Vannak olyan települések, vannak olyan kulturális értékeink, kulturális történelmi értékeink, ahol már nem élnek magyarok. És eddig ezt nem támogatta a program, hogy ide ellátogassanak a csoportok, de most támogatjuk, hogy ha mondjuk egy szálláshelyről, határon túli magyar szálláshelyről elindulnak, és egy nap alatt oda-vissza meg tudják tenni ezt a kirándulást, akár Fiumébe, akár Belgrád, Nándorfehérvárába, és sorolhatnám tovább, akkor ezt is támogatjuk. Mert fontos az, hogy azok az emlékhelyek se merüljenek feledésbe. Helyi termelők meglátogatása is támogatott a Határtalanul programban. Azért fontos, mert szerintem nem csak a kulturális történelmi emlékhelyeket kell ismerni, hanem a mai embereket is kell ismerni, és jó, hogyha ezekkel például beszélgetnek. Szinte minden olyan kis településen találkozunk olyan helyi termékekkel, amely arra a régióra, arra a településre jellemző. Nagyon sok helyen készítenek például sajtot, kis sajtüzemek vannak. Nagyon sok településen találkozunk méhészekkel, méz előállítással, készítéssel, lekvárokról, szörpökről van szó, és sorolhatnám tovább. És hogyha ilyen kis helyi boltokba, vagy akár üzemekbe látogat el a csoport, akkor hasznos olyan helyi termékeket tudnak a gyerekek vásárolni, amivel támogatják a helyi gazdaságot is, de természetesen mondjuk a szülőknek olyan ajándékot visznek haza, ami jó dolog, akár legyen mondjuk szó helyi készítésű csokoládéról, akár hazafelé meg is ehetik a buszon. A szomszédos országok magyar lakta területei örömmel fogadják a Határtalanul program keretében érkezőket is. Én magam többször is találkoztam ilyen csoportokkal, és nyugodtan mondhatom azt, hogy a helyi embereknek is mindenhol, tehát bármelyik régióról beszéljünk, nagyon fontos az, hogy látják azt, hogy folyamatosan jönnek a gyerekek, és most már például arra is odafigyelünk, hogy a buszokra kitetessük azokat a táblákat, hogy melyik településről, melyik iskolából érkeznek. Eddig nem volt rajta. Szerintem egymásnak is fontos, hogy mondjuk egy debreceni iskolás egy szombathelyivel tud találkozni, mondjuk Brassóban, vagy Nagyszebenben, vagy Székelyudvarhelyen. És közöttük is kapcsolat tud kialakulni. Minden intézmény él ezzel a lehetőséggel, és jól látni azt, hogy dombováriak, bonyhádiak, kisebb iskolák is bekapcsolódtak ebbe a programba, és ott vannak, részt vesznek ebben a programban. Én magam is egyébként ösztönzöm ezt. Számomra nagyon fontos az, hogy a gyerekek, de a felnőttek is minél több tudást, ismeretanyagot így is meg tudjanak szerezni. 4 milliárd forint keretösszegről beszélünk egy-egy utazócsoport, attól függően, hogy hányan vesznek ebben részt, milyen messze utaznak, hány napig vannak ott, attól függően 500 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő összegű támogatásban reménykedhetnek. A programban hetedikes osztályok vehetnek részt, akik legalább 2 éjszakás Románia, Szlovákia, Szerbia, Horvátország magyar lakta területeire tervezhetik meg tanulmányi kirándulásukat. A Határtalanul programba visszavezetik a pontozási rendszert. Ennek értelmében pluszpontot kap az a pályázó osztály, aki a Magyarságháza rendhagyó tanóráinak egyikén részt vesz, aki külhoni csoporttal közösen nem buszos kirándulást is betervez programjai közé, és nem utolsó sorban, aki a felkészülő órák keretében használja a Határtalanul barangoló digitális tartalomtárat. Utóbbi az okos doboz, ami egy digitális taneszköz legújabb fejlesztése.
Az okosdoboz ötlete a 2010-es évek elejére vezet vissza. Lényegében az volt a célunk, hogy a digitális felületen olyan játékos tartalmakat készítsünk el gyerekeknek, amelyen az iskolai ismereteiket tudják gyakorolni, és talán egy kicsit élvezetes formában, mint a munkafüzetekben az iskolában. Innen indult az okosdoboz ötlete. Igazából, ha visszagondolok 2011-re, és a 2016-ig, amíg a jelenlegi felület elkészült, azért sok-sok-sok iteráció volt és folyamat volt, és lényegében a 2016-ig készült el a teljes nemzeti alaptantervet lefedő tartalmi csomagunk. Valójában az okosdoboz az ország egyik legismertebb és leginkább használt oktatási portálja lett. 36 ezer pedagógus regisztrált az oldalon. Én járom az országot különböző oktatóprogramokkal. Minden iskolában azért van olyan pedagógus vagy gyerek, aki használja. Nyilvánvalóan a pandémia azért a segített szó jelen esetben az nem biztos, hogy releváns, de hogy nagyon-nagyon dobott az okosdoboz látogatottságán. Napjában olyan kb. 10 ezer egyedi látogató használja az oldalt, és pedagógusok is az oktatási munkában. A Határtalanul programhoz igazából mi a segítségünket már 2 évvel ezelőtt elkezdtük, hiszen kialakítottuk a külhoni régiók aloldalt, ahol a kárpát-medencei magyar kultúrát próbáltuk digitális játékos formában kialakítani. És ezt a gondolatmenetet fejlesztettük tovább az elmúlt évben, és kialakítottuk a Határtalanul barangoló aloldalt az oldalon, ami egy térkép alapú digitális felület, ahol a programban résztvevő pedagógusok és diákok adott célállomáshoz kapcsolódóan tudnak feladatokat megoldani, felkészülni rá, és a pedagógusok el tudják készíteni saját határtalanul barangoló feladataikat is. Van egy nagyon egyszerű és nagyon könnyen használható digitális felület az oldalon, ahol ők maguk egy űrlapot lényegében kitöltenek, és azt abból generál maga a rendszer digitális feladatokat, de van az okosdobozhoz kapcsolódó módszertani kézikönyvünk is, és ehhez a okosdoboz műhelynek hívják ezt a feladatszerkesztőt, ehhez is készítettünk egy útmutatót a pedagógusok számára. Szeretnénk egy pedagógus közösséget kialakítani itt az oldalon, beleértve a határon kívül élő pedagógusokat is, hogy egy ilyen fórumot, marketplace, tehát egy ilyen felületet szeretnénk nekik kialakítani, ahol nem a Határtalanul barangolóhoz kapcsolódóan is, de pedagógiai módszertani párbeszédek el tudnak indulni, és együttműködések az anyaországbeli és a külhoni régióban élő pedagógusok között. Ezt az ingyenes digitális felületet pedig akár a kirándulás alkalmával is használhatják, hiszen telefonról, laptopról is elérhető a Határtalanul barangoló digitális tartalomtár.